Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy Valentin napi szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ehhez passzol ez a piros színű gyertya, hiszen szimbolizálja a szerelmet, szimbolizálja a szeretetet is. Én beolajoztam már ezt a gyertyát, itt ezzel a szerelmi olajjal, és a videó végén átküldöm ezt a szerelmi energiát, ami már most is érezhető. Ez egy szerelmi jóslás Valentin napra. És itt van egy akciós jóslás fele áron, hiszen megrendelheted ezt a kirakást asztrológiával együtt, ahol én összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint, hogy hogyan alakulnak a dolgok a szerelmi élet területén. Ez megrendelhető fele áron 6000 forintért e-mailen keresztül. Az e-mail címem megtalálható a videó alatt. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák a Valentin napra, erre az időszakra. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, szemben ezzel jobb oldalon az ő képei. Nálad látható, hogy lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak változásokra. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatotokat illetően. A múltban még megjelent ez a hegy, és utal a problémákra, a nehézségekre, de ez elmúlik, hiszen itt van a kasza, és az azt jelenti, hogy hirtelen eltűnnek ezek a problémák, ami várható, itt egy jó levél, egy jó hír, ez kihat a párkapcsolatotokra, sőt, itt látható a házasság, ez lehet egy házassági ajánlat is. Ha munkáról, hivatásról van szó, akkor a levél, ez a jó hír, és ez a párkapcsolat utalhat bizonyos szerződésekre is, ami előnyös számodra. Ez a jó hír lehet valami örömteljes, vagy egy meghívás is. És most megtekintjük az ő kártyáit. Itt látható ő a gondolataival. Mire gondol? Ő gondol rád, hiszen ott vagy mellette, ott vagy a gondolataiban. Amire ő még gondol, az a munka és a hivatás, és a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, tehát ez is fontos számára, az anyagi biztonság, vagy egy munkahelyi változás. De gondol rád is, ebben az esetben a halak jelentik a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára. Az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. De jelent változásokat, döntéseket is, hiszen az ő gondolataiban megjelennek az utak, ami azt jelenti, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet nála egy munkahelyi változás, amit az utak még jelentenek, hogy ő útban van hozzád. Átnyújtja ezt a jó hírt, és ez lehet egy házassági ajánlat is, hiszen megjelenik itt a házasság ezen a képen. És most átküldöm számodra ezt a szerelmi energiát. Csukd be a szemed, helyezd magad kényelembe, képzeld el azt, hogy mit, hogyan szeretnél elérni, milyen változások legyenek nálad, és erősítsd a hitedet.
és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!